Meleg Vilmos színművész. Fórián Andrea és Tóth István fotóművészeket. Túlzó Sándor József Brása művész. És az este főszereplőjét Deák Kárpát szobrász művész. Jó szórakozást kívánok! Köszönöm szépen én is, hogy ilyen sokan eljöttek. Én azt javaslom, hogy Túlzó Sándor József Brása művész játékával alapozzuk meg az est hangulatát. Törzs közönségének többször volt vendégünk, és mindannyiszor nagy sikerrel lépett a közönség elé. Ezúttal nem csak mint színművész, hanem mint magyar kultúrpolitikus és megfogalmazza a gondolatait Deák Árpád művészetéről, és ennek a művészetnek a jelentőségéről. Köszönöm szépen a szót, és úgy gondolom, nem igényel mikrofont a hangom most. Szívesebben beszélek mikrofon nélkül. Először is el kell mondanom, hogy eleve mindig nagy örömmel teszek eleget azoknak a meghívásoknak, amik ide invitálnak a Partium házba, mert minden alkalommal olyan értő, érző közönség gyűl itt össze, akiknek előadni megtiszteltetés számomra. Most különösen azt hiszem, egy olyan művészbarátot kell felvezetnem, aki hitem szerint a legmélyebb szolgálatok egyikét teszi nap mint nap elszakított közösségünk emberi tartásának megőrzése érdekében, hiszen csak a múlt értékeinek megbecsülése vihet erkölcsös úton a jövő felé, és határon túlélőként mi erős gyökerekkel kapcsolódunk nemzeti értékeinkhez, közös múltunkhoz, és határoktól függetlenül a közös jövőnkhöz is. Nem tudom magam politikusnak tartani, bár ténylegesen, amint István is az előbb megjegyezte, benne vagyok abban a körben, akik éppen jelenleg is kénytelenek politizálni a magyarság érdekében, hiszen jó érzéssel tölt el, hogy részese vagyok annak a közösségnek, Bihar megyében az RMDSZ vezetőségének, aminek alapítója is vagyok, 9 másik társammal együtt, de aktív részvevője a jelenlegi politizálásban csak én vagyok, mind a 10 sajnos már életben sincs, de 80 még életben vagyunk, nagy részben visszavonultam, vagy hát túlról irányítják tanácsaikkal a jelenlegi vezetés döntéseit és útját egyengeti. Tehát én úgy gondolom, hogy elköteleztem magam színészként is, de még színészi mi voltam előtt már diákként is, annak a közösségnek, amiben beleszülettem, és az a közösség az nem csak a Nagyvárad magyarsága, hanem az összmagyarságnak. Ezért tartom nagyon fontosnak azt a tevékenységet, ami a szülőföldön való boldoguláshoz, a megmaradáshoz, az értékek fölmutatásához vezet, és ehhez járul nagyon nagy mértékben hozzá, és hathatósan, mondhatom azt, hogy egyedülállóan és kiválóan Deák Árpád szobrászművész barátom. Kiválóan, mert legyen az plakett, vagy köztéri szobor, vagy bármilyen munkája is, az mindig magával ragad, hogyha rátekintünk,
és mindig megfordul az ember fejében, hogy olyan természetesen egyszerűnek hat, hogy elcsodálkozik, hogy ennyiféle, hiszen több mint 100 vagy a körül, én legalábbis körülbelül 100 munkájáról tudok Árpádnak, amelyik megtekinthető vagy adományozható, hiszen vannak plakettek is köztük. Én is kaptam Varga Vilmos plakettet, a Nagyváradi Színház egyik nagy művésze után a kis stúdió évenként kioszt egy díjat, és én is részese vagyok ennek a díjnak, amit szintén Árpád készített. Mára csak nem 100, mondom én körülbelül annyit számoltam úgy össze, nézve az alkotásai sorát. Tudok szobrok, plakettek, emléktáblák, amelyek nem csak Nagyváradon és Bihar megyében, hanem Erdély szerte megtalálhatók, sőt, itt Debrecenben is, és Magyarország több helységében, Budapesten is találkozhatunk a munkáival. És meg kell mondanom, hogy a határon túlélők szempontjából, akik gyökerekkel kötődnek, komoly gyökerekkel kötődnek a nemzethez, nagyon fontos az, hogy olyan emlékhelyek jöjjenek létre, amelyik a múltunkhoz kötik, fölvillantanak az értékeinkből, értem ez alatt a személyiségeinket, királyainktól a tanítókig és a művészekig természetesen bezárólag, akik egy-egy helységben, egy-egy régióban, egy-egy közösségben azzal tűntek ki először is, hogy a közösségért is éltek, nem csak önmaguknak, és életművük megérdemli azt, hogy ápoljuk mi, jelenkori utódok, és én is úgy tartom, hogy kötelességünk nekünk, úgy a politikában résztvevő, mint a művészetben dolgozó kollégáimnak is, hogy azt a nemzeti örökséget ápoljuk, amelyik minket is azzá nevelt, akik vagyunk, és remélem, hogy ez nem hathat pejoratívan, hogy mivé lettünk, és mik vagyunk, és mit teszünk, akik próbálunk a többiekért, akik úgy gondolom, hogy az isteni adományból nem ugyanazt a részesedést kapták, mint mi, akik a művészet terén, bármilyen művészet terén, természetesen a zenétől a képzőművészeten át a szó művészetéig, a leírt szó művészetéig, akik alkotó emberek. És ez az alkotó emberi közösség közül talán számomra, legalábbis ez az én saját magán véleményem, hogy nagyban kiemelkedik a szobrászat. Azért, mert olyanoknak szolgáltak multidéző művészi élményt, akik nem biztos, hogy a könyvekben, nem biztos, hogy a koncerttermekben, nem biztos, hogy a színház termekben, vagy a kiállító termekben fogyasztják a művészetet, de megállnak előtte. Nincs nagyobb élmény, mint én a főutcán lakom, a Sétáló utcán, 200 méterre a Holnaposok szobor csoportjától. Naponta néha 10-szer, 15-szer is elmegyek előtte, mellette, és alig akadt olyan pillanat, amióta létezik ott ez a szoborcsoport, hogy valaki ne álljon meg előtte, valaki ne üljön le az üresen vagyok székre, valaki ne fotózza, és mindenképpen ne érintse meg. Biztos az, hogy Nagyvárad központi helyévé vált a Holnaposok szoborcsoport, ezért is üzentem toborzóként egy kicsit én is onnan odaülve lett, és onnan nyújtvált a meghívót önöknek, ami természetesen DeKárpádnak az érdeme. Mondom, fontosnak, nagyon fontosnak tartom azt, hogy szobrokat emeljünk.
nagyon fontosnak tartjuk, nem csak én, az egész RMDS vezetés, hogy erre anyagi forrásokat is szerezzünk, hogy minden helységnek legyen meg a saját emlékműve. Legyen hol fejet hajtani, legyen hol összegyűlni és ünnepelni, hogy emeljük ki a köznapi értelembe vett mindennapi életből azzal, hogy teremtünk egy helyet, és ennek a teremtésnek Árpi az egyik fő munkatársa, és nagy öröm számomra, hogy most is itt lehetek mellette, és végignézve a fotót, ami szintén nagyon fontos, és Tóth Istvánnal is évtizedes barátság és emlékek kötnek össze, mert valahol mindig azok, akik tenni akartak valamit, valahol tették is a dolgukat. A Tempó Klubtól kezdve évtizedeken keresztül közös munkáink is voltak, és az, hogy Nagyváradon több fotógaléria is létezik, az viszont az ő életművének a dicsérete, és hogy ebben mindenfajta művészetnek a dicsérete is benne van, ezt fogadják el tőlem, és hogy ne nyújtsam tovább a szót is, de ez Istvánnak lesz most a faggatás és az életmű boncolgatásának a feladatköre. Fogadjanak el tőlem ennek a résznek a zárásaként egy verset, és ha már Váradról jöttünk, mi mást mondanék most ide, mint Juhász Gyula Várad című versét. Várad, a kicsi magyar élet, nagy és új küzdői te adtad. Költők és más ifjú merésze, benned ébredtek és akartak. Áldott a te száz esti fényen, és áldott nyugtalan vigalmad. Pogány örömre emlékezvén megálltalak én, múzs keresztén, hisz benned lettem én is újjá, gyászom palástját korba vetve indultam el, újult ifjúság babéros útján szerelemre, és áldott legyen Ama utcád, hol ő lakott a vágyam lelke, s áldottak a színházi esték, melyek annát felén vezették. Várad, szőlők koszorús őszöd, mi tarkapompa tört szememben, s a kispipában kék ködök közt, hány furcsa bánatot felettem, mikor az élet öklelődzött, s az évek szálltak már felettem, s én csak daloltam, s késvetésbe maradni, jégvel kisvetésem. Várod, hol Ady Endre arca ragyogott éjszakák homályán, s új versek könnyű harca vágott rendet a régi gárdán, s a kávéházi zűrbe zajba tárogatunk zendült, kiáltván, hogy a ti itt élnek, loholnak. Mind vált eszeid, tarka holnak. Fogadd-e dalt, mint vallomását magányos, messzi szerető. Város, kinek nem látni mását, így újat, vígat és erőset, s bár poromat hisz visszavárják, adom a szent szülötte földnek. Erős vár, vagyunk borús magasban, várod felé száll, nyughatatlan. Ezt Tóth Istvánnak és Fórián Andreának köszönhetjük. Tóth István szintén hazajárnára a Partiumházban. Rengeteg fotós projektet vittünk végig együtt. Nagyon köszönöm, hogy most ilyen rövid idő alatt Nagyszebentől Szatmár Németig bejárta Erdélyt és megörökített néhányat. Talán nem is a nem menjünk bele, tehát néhány kiemelkedő alkotást sikerült itt művészfotókon, művészábrázolásban bemutatni. Ha nem is sikerült a fotókat megnézni, itt most ha akarják, ha nem láthatják itt a fotókat kivetítve. Én nekem Andreát és Istvánt, hogy
mondják el, hogy hogyan sikerült ilyen rövid idő alatt, ilyen színvonalas kiállítási anyagot fotografálni, és elhozni a mai estére, ami tényleg összművészetire sikeredett. Tehát együtt van itt a szobrászművészet, a zene, a fotó művészet és a vers, és a színművészet is. Hát így együtt szerintem ki fogja adni azt az üzenetet, amit szeretnénk a Deák Árpád estén közvetíteni. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és elsősorban köszönöm szépen Tóth Istvánnak, illetve Stanik Istvánnak, hogy bevontak a projektbe. Mikor kiderült, hogy milyen rövid idő alatt kell tulajdonképpen realizálni a kiállítást, egy picit megijedtem, mert szobrokat fotózni, hát életemben nem fotóztam, teljesen más épületeket fotózni, ugye embereknek azt mondom, így állj, úgy állj, amúgy állj, nem egy szobornak, ott akkor nekem kell egy kicsit alkalmazkodni hozzájuk, és úgy adódott, hogy a Belényesi medence 8 magyar lakta gyakorlatilag szórványában mentem végig megfotózni a szobrokat, és egy gyönyörű szép őszi napot fogtam ki, tehát nagyon szépek voltak a fények, az árnyékok, és azt vettem észre, nagyon féltem tőle, ahogy említettem, hogy de egy nagyon jó kihívásnak is tekintettem. És azt vettem észre, hogy ezek a szobrok tulajdonképpen érzelmeket közvetítenek. Egyik másiknak keményebbek a vonásai, még például második Rákóczi Ferencnek sokkal lágyabb, vagy Hunyadi Jánosnak sokkal keményebb vonásai vannak, azt ki is emeltem például az egyik fotón. Tehát mindegyik, viszont közös bennük mindegyik nagy személyiségnek az arcáról elolvasható egyfajta elszántság és a hit. Az egytől egyik visszamehetünk a 14. századig, például 4. Bélától vagy Mátyás királytól egészen megérkezhetünk Bartók Béláig. Minden szobornak az arcáról le lehet olvasni, mert kicsit elmélyedünk benne az elszántságot és a hitet. És innentől kezdve, hogyha megismerkedtem a szobrokkal, nagyon könnyű volt tovább lépni, és nagyon könnyű volt megfotózni. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát valójában úgy van, ahogy István mondja, hogy a Pálcsimház beindulása óta nagyon sokszor voltunk itt, és mindig nagy szeretettel jövünk. Ugye ezelőtt egy hónapra is voltunk, ezelőtt egy hónapra nyitottuk meg a Kárpát-medencei Magyar Fotográfiai Társaság tagjainak éves kiállítását. Hát mindig úgy, amiután egy rendezvényen kész vagyunk, én egy picit úgy fellazolok, hogy na jó, most lesz egy kicsivel több időm, és akkor itt az István váratlanul, csupán 3 hét alatt kellett elkészíteni ezeket a képeket. Tehát mint ötlet fantasztikus volt, egy fantasztikus nagy kihívás számunkra. Számomra dupla is volt, mert egyébként először mint fotográfus, de mint szervező is, ugye itt többen bekapcsolódtunk a programba, mert egy idő alatt Brassótól ment el fotózni az egyik kollégány Nagy Szebenbe, és így tovább. Tehát más településen is fotóztak. Nekem az Észak-Pácsón jutott, tehát egy nagyon szép rész, Nagybányától egészen le Szatmárnémetig, Nagykárolyig és így tovább, Bihar-Biószegig. De ez 2 nap alatt kellett legyúrni, és valójában, ahogy te is mondtad, hogy olyan szerencsénk volt, de szerintem általában a fotoművészek nagyon szerencsések, egy olyan csodálatos megvilágításban volt részünk, hogy úgy jobban provokált, hogy minél jobban fotózzuk meg a szobrokat. Hát valójában, ahogy Andrea is mondta, egy szobrot, tehát egy művészi alkotást megfotózni neked, mint fotóművész, hát nem csak annyi kellett, hogy dokumentálisan megfotózod, lefényképezel és mész tovább. Hát először is érdekes módon hatottak a szobrok rám is. Tehát, amikor hirtelen meglátod ember közelbe,
és persze az idő rövid hiánysága miatt ugye nagyon gyorsan kell cselekedjél, és fel kell mérned a telepet. Na most az elképzelés az volt, hogy valójában minden szoborról 3 vagy 6 képet készítsünk, és itt ezt technikailag elmondanám, hogy rám hárult az a feladat is, hogy miután a kollégáim velem együtt megfotózták ezeket a szobrokat, ezeket át kellett alakítani. Ezeket ki kellett úgy vágni, illetve úgy oldalba helyezni, hogy a kép tökéletesen nézzen egyik a másikra, tehát, és átalakítani fekete-fehérbe. Hát ez megint egy szenzációs dolog volt számomra, mivel ugye a szobrok általában többséget jelentenek, és a fekete-fehér ezt nagyon szépen kihangsúlyozta ezeket a dolgokat. Na de csak úgy, ugye itt látunk 35 kiállított táblát, ugye itt mindegyike 3, tehát itt több mint 100, vagy kb. 100 képet lehet megtekinteni, megcsodálni, de ugye ez egy őrült nagy munkát jelentett. És lényegében, hát igen, ahogy mondtam Árpinak is, hát nagy kihívás volt. Mert ugye ezt meg lehetett volna dokumentálisan fotózni, mi sokkal többet akartunk tenni. És ugye ott is nézzük meg, milyen szépek a fényviszonyok, amit te fotóztál, de az én képében is, tehát, de ha nem lett volna ez a megvilágítás, nagyon rossz lett volna a dolgunk, mert ezek a gyönyörű fény, árnyék hatások, ezek nem jelentek volna meg ilyen szépen a képen. Szerintem egy fantasztikus ötlet volt, én köszönöm Istvánnak, de máshol meg kell, hogy legalább plusz egy hónapot hagyjon, hogy legyen időnk még jobban megfotózni, és maga egy fantasztikus ötlet. Tehát én, ugye fotoművészként ugye Árpi készítette el, Meze Lajos, nagyváradi első fotográfus érmét, amit az emléksírhelyen helyeztünk el, illetve az emléktáblát. Úgyhogy mi akkor kezdtünk el ezelőtt néhány évvel közösen közreműködni, amikor a Stanik István segítségével a Nagyvárad első fotográfusának 200. születésévfordul alkalmából próbáltuk volna ezt megünnepelni, de sajnos a járvány legközepén volt ez az egész, és ez ugyan elég szerényre sikerült, de maga az, hogy elkészült az emlékszobor, a Rurikovszki temetőben elkészült a Pável utcán a szülő, nem a szülő, az általa épített házban, ahol volt az első fotográfiai stúdió és laboratórium. Ez egy maradandó, úgy, ahogy ti is mondtátok, ez létezik, ez marad. Még egyszer külön meg szeretném köszönni azt, hogy felkértél. Hát attól lehetően, hogy rövid volt az idő, de annyira kellemes és annyira fantasztikus volt a provokáció, és maga ez a gyönyörű fény, ami végig kísért minket, hogy valójában ez számomra is egy nagy élményt jelentett. Úgyhogy, mivel közeledik az ajándékozás hónapja, engedd meg át, hogy átadjam neked egy jubileumi albumomat, amelyet ezelőtt 3 éve adtam ki, születésem 70. évfordulója alkalmából, és hát ezzel köszönjem meg neked többek között azt, amit tettél, és amit csináltál, és... Bocsánat. Összekeveredett. Na most már nincs mit csináljak, ezt tudom már. Hagyom helyette hátra ezt az albumot. Gyengyom, nagyon gyengyom. Érsekkel. 1955-ben születtél Marosvásárhelyen, az előbb arról beszéltük, hogy kibédi nagyszülők, nőszüleid vannak, voltak, tehát tulajdonképpen te székely, vagy székelyföldről származol. Gyerekkorodban hogy találkoztál a szobrászattal? Milyen szobrokat láttál először? Hogy néztél ezekre a szobrokra? És mi volt? Eszedbe jutott-e egyáltalán, hogy valaha te is szobrokat készít? Elsősorban köszönöm a meghívást, és hogy válaszoljak a kérdésre. Hát az első szobor élményem az óvodában volt, mert készítettem gyurmából egy kutyát, és az óvónéni kitette a polcra.
és ezután nem szobrokat láttam, hanem gyerekkori élményem volt, a nagyapám lovai, azokat nézegettem, és a szobrászat az később lépett be az életembe, mert először rajzoltam, sőt a 2000-es évekig inkább rajzoltam, mert akkor az a megrendelések nem nagyon voltak. A szobrászat az hely és anyagigényes, úgyhogy egyszerű volt a rajzolás. És valószínű, hogy volt a rajzmodoromban egy szobrászi látásmód, mert a művészeti iskolában a 11. osztályban kellett szakot váltani, tehát ilyen opcióval lehetett festészet, grafika és szobrászat között választani, és én a grafika és a szobrászat között próbáltam választani, de a tanárom a szobrászat fele irányított. Most hálás vagy neki? Most olyan szempontból vagyok hálás, hogy ez a kiállítás azért jött létre, mert részemről féli frustrációból, féli időhiányból nem sikerült összegyűjteni egy kiállításra való rajzanyagot, mert István engem tulajdonképpen úgy hívott meg, hogy kellene egy kiállítást megnyitni a munkáimból. Ugyanis a 90-es évek végén volt még egy rajzkiállításom, egy sikeres rajzkiállítás, és engem inkább, mint grafikus ismertek Nagyváradon, de... A Pesten is volt egy nagyon sikeres kiállítás a Pestúgy helyi Lőregyesi házban, és én arra gondoltam, hogy valami hasonlót hozzunk itt össze, mert hát amikor arra gondoltam, hogy a szobrokról hogy szervezem, hogy hozom ide Szent László lovas szobrát, hogy bemutassam a hatmára. De hát arra gondoltam, hogy sokkal praktikusabb egy grafikai kiállítást megnyitni, de azt mondtam, hogy azok is ilyen szoborgrafikák voltak. Tehát, hát volt is annak idején, ilyen két évenként megrendezték a szobrászrajz biennálét Szombathelyen, Sopronban azt hiszem, és a művész, aki megnyitotta a pestújhelyi kiállítást, ő javasolta is, hogy jelentkezzem. De aztán lassanként megjelentek a megrendelések, és amit a kedves fotoművészek két nap alatt lefotóztak, az körülbelül, ha jól számolom, vagy 30 év munkát. Hát nem ugorjunk az időbe ilyen nagyot, hanem térjünk vissza, menjünk kronológikus sorrend, de térjünk vissza az, ahol az a főiskolára, ott tanultál, Kolozsváron tanultál, ott milyen hatások értek, mennyire befolyásolták a főiskolai évek azt a stílust, vagy azt a formavilágot, amit most a szobraiban látunk? Hát sajnos a 80-as évek elején voltam én Kolozsváron egyetemista, és akkor a hangulat eléggé kezdett nyomott lenni, ami a kulturális életben jellemző volt. Tulajdonképpen az volt jellemző, hogy nem nagyon volt egy ilyen szabadabb áramlat, és engem tulajdonképpen nem nagyon vonzottak az absztrakt ábrázolások, és mindig csodáltam a régi nagymesterek munkáit, nyilván ezek mind figuratív dolgok voltak, és az egyetem évei alatt próbáltam megtanulni. Mert tulajdonképpen a szobornál a sok minden van, rajzban lehet szárnyalást, szobrászatban is lehet, csak a statikát ki kell számolni. Tehát egy kis mérnöki munka van, anyagismeret, és nem egy nézet van, hanem a szobor körbejárható. Már leszámítva a plaketteket. Tehát gyakorlatilag, hogyha a
diktatúrának, meg a diktatúrában a főiskolai hangulatnak hangulat használt. Az időt tudtál szakítani arra, hogy felkészüljél. Igen, de a diktatúra az általában jót tesz az alkotóknak, a kreatív beállítottságú embereknek, mert próbálják kicselezni a cenzorokat. És volt egy csomó nagyon jó művész a diktatúrában is. És persze, ami nem öl meg, azt tudjuk, hogy megerősít. Igen, így van. Csak az van, hogy egy művészeti alkotás ahhoz, hogy életet nyerjen, plurifaktoriális, tehát több tényezőből áll, kell hozzá egy művész, kell hozzá egy intézmény, kell hozzá egy finanszírozó, kell hozzá egy média, sok minden kell ahhoz, hogy sikeres legyen. 1986-ban került egy nagyváradra. Hát elég Székely, most nem földrajzi értelem, de Székelyföld elég messze van Nagyváradtól. Más kulturális közeg, más életfelfogás, más hangulat. Hogy tudtál ott beilleszkedni, mit találtál Nagyváradon? Hogy jutottál el addig, hogy a Nagyváradon egyre többen keresnek meg megrendelésekkel, ilyen szoborprojektekkel, emléktábla és plakert és minden, amit te csinálsz? 74-ben érettségiztem, és az osztályfőnöknek megkért, hogy egy 10 fontos kérdévet töltsünk ki, amit majd a 10-20 éves érettségi találkozókon majd vissza fogja nekünk olvasni. És többek közt volt egy olyan kérdés, hogy hol szeretnél élni. És én akkor beírtam Marosvásárhely, mint szülővárost, és ahhoz voltam hozzászokva, viszont 70-es évek elején nagyon pezsgő élet volt Budapesten, és hát azt beírtam, mert nekünk az akkor Amerikának számított, és a sors úgy hozta, hogy Pest és Vásárhely közt félúton vagyok, 250 km-ről ide-oda. Hát ilyen szempontból nagyon könnyű volt a beilleszkedés, mert Marosvásárhely is kisebb város, Kolozsvárhoz képest, Várad is, és van valamilyen, hogy is mondjam, a hely szellemében valami hasonlóság a kettő között, de ugyanannyi különbség is van. De a kezdeti nehézségeket azt átvészeltük, mert fiatalok voltunk, és tulajdonképpen a kedves feleségemnek köszönhetem. Akit köszöntünk az első sorban. Hogy Váradra kerültem, mert őt helyezték ki, annak idején ilyen kihelyezés volt főiskolán. A Váradi Zeneiskolában, és mivel én 100 régenben tanítottam, ott nem volt hely, és akkor úgy döntöttük, hogy Várad sokkal izgalmasabb, pont azért, közelebb van a határhoz, ami most már mindinkább kezd elhalványulni, mint határváros jelleg. És az itteni impulzusok azok eléggé kreatívak voltak, mert egy nagyon tehetséges, fiatal csoportosulás volt Váradon, akik mint országos és egyesek nemzetközi hírek lettek. Egy ilyen társaságban csöppentem be, viszont én olyan szempontból kilógtam, hogy a körülnézünk a munkáim, az egészben a fényképeken, akkor minden, ami nem jellemző a kortárs képzőszetre, az itt van. És mivel tulajdonképpen egyedül maradtam ezzel a formanyelvezettel, kiderült, hogy bizonyos igény van erre, és olyan igények voltak, amire sose számítottam, és nekem egy nagyon megható volt, hogy olyan helyekre kértek szobrokat, amire sose gondoltam volna. Például a holnaposok szobor csoportja, az ott van a sok váradi kocsma terasz
mellett. Tehát ilyen szempontból kimondottan hiteles figurák, hiteles személyek. Ugyanilyen szempontból például a nagyszebeni Brukenthal báró Erdély kormányzója, ő által alapított Brukenthal Múzeum előtt van, egy 1718. századi épület előtt, az is egy hiteles helyen van, akkor van Petőfi szobron, Szatmáron, ő ott udvarolt, igaz, hogy Nagy Károlyba ismerkedett meg Szentrei Júliával, de Erdődön van egy Petőfi Szentrei kettős portré is, az is egy ilyen hites, itt általában ezek a megrendelt szobrok mind hiteles emberek, hiteles helyen. És elég sokan dicsérnek azért, mert közérthető, és hogy egy kicsit kiegyensúlyozom a dolgot, ezek, hogy is mondjam, megrendelésre készült munkák, tehát az autonóm művészi attitűd, az esetleg elrejtve, ha megjelenik, mert itt vannak követelmények, és ami az érdekes, a dokumentáció során, amikor megrendelnek egy történelmi vagy egy kulturális személyiséget, bárhogy megfogalmazzam szoborban, akkor nyilván vagy rajzokat, vagy fényképeket kell tanulmányozni, hogy legyen valami köze a szobornak ezekhez a egyéniségekhez. És a két dimenzióból én átültetem három dimenzióba, és látom, hogy most még sikerült a fotósoknak a háromból visszadimenzionálni két dimenzióba. Hát nézd, én nem akarok én esztétikai fejtegetésbe kezdeni, de abban biztos vagyok, hogy a te szobraid nem csak ábrázolnak, hanem úgy ábrázolnak történelmi, kulturális személyiséget, hogy azokat te átlényegít. Tehát ezek a fotókon sikerült kiemelni azokat a részleteket, amit ezt mutatják. Ha csak egy kiemelt részletet néznek, akkor sokkal jobban látom azt a pluszt, amit te hozzáadsz. Hát és az, hogy ezek a hagyománytisztelő vagy realisztikusak, hogy miért van erre igény, hát eszembe jut, bizonyára mindenki hallott róla, mekkora botrány lett a Belgrádban felállított Hunyadi János szobor ügyén, mert az egy, pedig ezek Kossuth Díjas magyar szobrász tervei alapján kémvadarassi, azt hiszem, ahol készült, de mivel egy ilyen gyurma figurát két ábrázolja, teljesen egy ilyen szinte karikatúrája ként hatott ez a szobor, az emberek nem találták meg benne azt a szimbólumot, amit ők keresnek egy történelmi személyiségben, amivel ők azonosulni tudnak. Nekünk ezek a szobrok identitás erősítő jelzések. Hát én most én elmondom neked, nem olyan választékosan, mint ahogy Meneg Vilmos elmondta azt, hogy ő hogy megy el a holnaposok szobra mellett, de ha én például Nagyvárs főutcáján végig sietek, és már alig várom, hogy a fekete sas aláj érjek, és megígyak két hideg sör, akkor nem arra gondolok, hogy most az identitásomat erősíteni akarnám, de ha elmegyek a holnaposok szobra mellett, akkor nem tudok ugyan, úristen, hát én ott járok, ahol a Ady Endre is járt, ahonnan ő is sörözni sietett. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak, és ezért van rá igény, mert ez hogy a nagy szalontán járok, akkor látom a hajt, vagy ez egy micsoda múlta rendelkező hajtóváros, vagy ha elfelejteném Nagy Károlyba, hogy itt élt Kafka Margit, akkor meglátom a szobrot, és akkor azt mondom, hogy eszembe jut, hogy milyen gazdag az irodalom. Tehát ezért van rá igény, mert ezt keresünk mi, fogyasztók, mondhatom, hogy ez, akik ezeket a szobrokat látjuk, és én azt mondom, hogy ezzel adhatsz a legtöbbet, amit nekünk, akik
ezt keressük. Megtaláljuk a te szobraidban. Most, hát itt a Szent László, ki a Szent László szobor, nem tudom, évekig, 10 évig van jutott, még sikerült felállítani, már a makettjét láttuk, a mindenütt. És most ott van, és valami fantasztikus. Tehát azáltal, hogy a Szent László szobrot sikerült felállítani a Nagyváradi várban, attól ez a szobor dominálja a várat, és eszébe nem jut senkinek, a románoknak sem, másoknak sem, hogy ne arra gondoljak, hogy ez egy magyar helyszín, egy magyar történelmi helyszín. Hát itt az alapító szobor, mi lehetne más? Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak a te alkotásaid. És hát nem akarok nagy szavakat használni, de azt gondolom, hogy tényleg, amit Vilmos is mondott, hogy ez hát nem sokat tudok mondani olyan alkotást, olyan törekvést, ami ennyire meg tudná erősíteni a nemzeti identitásunkat és a kulturális tudatunkat, önazonosságunkat, mint a te műveid. Úgyhogy örülök, hogy már 100-nál tartasz, majd fogunk beszélni, hogy ez hogy folytatódik. Most azt kérdezem meg, hogy említetted a Bruckenthal szobrot, szobroknak vannak azért sztorik is, meg történetek is, hát tudni kell, elmondom, akik nem mindenki tudja, hogy Nagyszeben polgármestere Klaus Johannis, a későbbi Románia elnök, aki 10 évig volt Románia elnöke, most lesz elnök választás Romániába, tehát most köszönöm, mert nem lehet harmadik mandátuma. Akkor ő volt a polgármester, gondolom tőle kaptad a megrendelést még. Nem? De mindenesetre a felavatásnál ott volt. A felavatásnál ott volt, mint államelnök. Ott feszítesz mellette egy világos zakóban, emlékszem a képre. És ennek a, hát ezt hogy élted meg, hogy az államelnök mellett együtt avasz fel és szobrot egy államelnök, és utána rögtön meg azt is megkérdezem, azt is mondd el, hogy itt mindenféle ilyen nacionalista tüntetések voltak, hogy bontsák le a te szobrodat, mert, és itt van az, hogy mennyire jelkép, mennyi nemzeti jelkép, hogy a román nacionalisták azt mondták, hogy el kell tüntetni Bruckenthal emlékét, mert ezeket arra emlékeztet, hogy ő végeztette ki a román történelmi hősnek tekintett Hórja, Kroska és Krisánt. Ez megoszlanak a vélemény, állítólag ezek ilyen betyárak voltak, és inkább mint hősök, de a román történelmi emlékezet azoknak köszönte. És akkor, de ugyanez na, egyelőre ennyi, hogy mi az, a szobroknak van utóélete is, tehát ha ilyenekről tudnám mondani. Inkább az életéről beszélnék, mert egy múzeumi barátom, egy váradi, feltértek a szebenyek, a nagy szebenyek, hogy van-e valaki, aki részt vett a pályázaton. És ezen a nagy szebeni pályázaton 22 pályamunka jelent meg. Én voltam egyedül magyar szobrász, és úgy alakult, hogy az én munkámat választották ki. A zsűriben például a Kolozsvári Főiskola két proeminens személyisége is részt vett, és volt egy kolozsvári szobrász is, aki pályázott. Úgyhogy én nagy reményeket nem fűztem, mint olyan, de úgy alakult, hogy az én munkámat választották ki. Elkészült a munka, felavatták, és rá egy pár napra kezdődött a tüntetés. De olyan társadalmi réteg tüntetett, akiket a hivatalos politika nem ismer el, az én
személy, román ismerőseim sem tartják nagyra őket, de minden nemzetnek vannak szélsőséges képviselői, és bizonyos igazságokat megfogalmaznak. Most divat azt mondani, hogy az elnyomottaknak joguk volt, az elnyomottak, vagy akik alul vannak, azok küzdenek a dominanciáért, mert erről van szó, különböző színezetekben. Hát például az olasz hölgy is, aki testen verekedett, kimentették. Én nagyon sok mindent nem szeretnék mondani, mert mondtam már Belekvimos barátomnak, hogy én irtózom a politikai aktivitástól, de azt el kell ismerjem, hogy a munkáim politikai megrendelésnek is megfelelnek. De viszont az sem, az nem elég, hogy egy szobor jó legyen, csak azért, mert magyar. Mert ha csak azért jó, mert magyar, akkor baj van. Ez így van, de elárulom azt a titkot, hogy azért Samuel Wuchenthal 100 erdélyi fejedelem volt, de Deák Árpád Szent István rendköpenyében ábrázolja. Azt úgy rendelték. Tehát az egy külön pikantériája azért a történetnek. Van egy nagyon híres festő, németországi kiváló Gerhard Richter, egy nagyon sok oldalú, egy modern kortárs művész, egy legnagyobb élő festő a művészettörténészek szerint, és a nájlonzacskó akasztottak a szobor mellére, és kiukasztották, és folyt le a három szín a szoborra, amikor megtörtént ez az úgynevezett bankrocitás, és felhívott egy barátom, te láttad, hogy valaki Gerhard Richter festett, összekeveredtek a színek, és egy ilyen, hogy is mondjam, abszolút festészeti produkciónak is fel lehetett volna fogni, egy kis humorral. Na most azért mondom, hogy ha az ember belefog, akkor nem ér a végére, és olyan területre téved, ahol tehát én csak azt akartam érezni, hogy az alkotásaid érzelmeket, attitűdöket váltanak ki. Bennünk azokat, amiről beszéltünk itt még most a másokból, másokat. Beszéljünk egy másik érdekes munkádról, ami Debrecenhez is köt. Olvastam valamikor, hogy te készítetted Párizsban a hotel, Európa, azt hiszem így kell ejteni, tehát az a párizsi Európa szállóba elhelyezett Adi emléktáblát, azért oda, mert Adi párizsi tartózkodása idején ebben a szállodában lakott. És az, hogy a Bodemen keresztül vagy együtt az rögyét működve készült el az emléktábla, meséld el ennek akkor az előéletét is, meg az utóéletét, az, hogy milyen érzés volt, mondom, abban a szállóban laktál te is Párizsban, ahol Adi lakott. Én nekem a vakans listámon benne van, hogy végigmenjek a Adi nyomában, én nem sikerült, és hogy egy éjszakát abban a szállóban aludjak. Hogy jött össze ez a történet? Barátom, Újvárosi László nagyon jó barátja volt, és most is azt gondolom a Gulyás Gábornak, aki annak idején a Modem igazgatója volt, és megfogant bennük egy ilyen hármas emléktáblaállítás, Adival kapcsolatosan egy Debrecenben, egy Nagyváradon és egy Párizsban. Engem javasolt az Újvárosi László, hogy más szobrász Mancsváradon, és biztos benne, hogy én meg tudom jól mintázni. Annak idején még, ez is elég rég volt már, 2008-ban talán, a Karcagon öntötték egy Györfi Sándor nevezett nagyon jó szobrász és kitűnő bronzöntő, ő öntötte a plakettet, és a fia kőfaragó volt, ő írta a márvány táblára a szöveget. Nagyon szép tábla lett, de egy kicsit nagy lett, mert sok a szöveg, két nyelven, franciául és magyarul jelent meg a szöveg, és
nyilván én is elmentem az avatóra, mert ez egy különlegesnek tartottam, nem egy gyakori eset, és megérkeztem a Rüdő-Konstantinopolba levő, most már másképp hívják, Quality Saint-Lazare, ott van a Szent Lázár vonatállomás mellett, és oda mentem a recepcióhoz, és mondtam, hogy jöttem a holnapi avató ünnepére, és egy színes bőrű hölgy volt a recepciónál, és azt mondta, 140 euró. Én elkezdtem vakarulni, szerencsére jött egy hölgy, és látta, hogy én nem anyanyelvi szinten beszélek a franciát, és kérdezte, hogy miről van szó, és mondtam, és akkor adott egy kulcsot, és stílszerűen a legmagasabb, a Manzárt szobába ragadtam, és volt ott egy ilyen kilátás, a párizsi háztetőket nézhettem. Akkor lezajlott az avató ünnepély, és elfogadták, és megdicsérték az emlékplakettet, de hogy megint, hogy kiegyensúlyozzam a dolgot, tehát Nagyváradon egy baráti társaságban szóba került ez a aztán pont új városi kezdett a dicsekedni, hogy mit csináltad, és az egyik barátom azt mondta nekem, hogy nem baj, ez majd jól fog kinézni, a nekrologod fog. Még egy érdekességet tudnék mondani, mert rengeteg ilyen domborműves emléktáblát készítettem. Az én munkáim 99%-ban Erdélyhez kötődnek, ami nem az én érdemem, hanem ilyen megrendeléseket kaptam. Nagyjából inkább Trianon előtti személyiségekről van szó, kezdve persze az Árpád-háziaktól errefele. Viszont van három emléktáblám Budapesten, és érdekes módon az a három emléktáblának nincs köze Erdélyhez. Az egyik az inzulin felfedezője, Nobel-díjas Frederick Banting emléktábla, ez volt az utolsó. Azelőtt volt egy pályázat, Raksányig elért a Szomszédok című sorozat egyik színészek kutyú, igen, és az ő testi lakására a Liprovai utcában levő lakásának a bejáratánál van felszerelve, és akkor én önszorgalomból, mivel a 70-es években annyira oda voltam a rockzenészekért, mivel ezt az önkormányzatnak kellett ezt a raksányi tábla adminisztratív dolgait elintézni, ott elajánlottam egy Barta Tamás emléktáblát, aki az LGT gitárosa volt, és disszidált annak idején, mit mondták. Engem akkor, mint gitárrajongó annyira lenyűgözött, nem tudtam elképzelni, hogy lehet ilyeneket lejátszani, és ez a harmadik, de neki sincs köze mondjuk Erdélyhez, mint olyan. De hát ott vannak Budapesten. Most itt felírtam valami kérdéseket, de nem tudom kiolvasni, úgyhogy úgyhogy most improvizálom. Azt mondd el nekem, melyek a kedvenc munkáid, mire vagy a legbüszkébb, melyik munkával érezted azt, hogy na most ez nagyon jól sikerült, vagy nagyon örülsz neki, hogy megcsináltad? Hát kell ábrándítsalak, mert így végignézem a fényképeket, látom a hibákat. És az ember úgy évtizedek alatt fejlődik, már másképp látok bizonyos dolgokat, viszont ezt már kérdezték tőlem, és se nem az első, se nem az utolsó, hanem a kedvencem a folyamat. Ami azt jelenti, hogy most például vettem csekefalvi vagyagot, ott van egy ilyen kerámia cég, és géppel meggyúrt, ilyen kis téglába árulják az anyagot, fazakas anyagot, az nagyon homogén és plasztikus, puha. Az maga az, hogy a kezemben megfoghatom, az már egy transz állapot, és sokkal
könnyebben kerülök ilyen kegyelmi állapotba, szobrászkodás közben, úgyhogy ez a kedvencem. Akkor csak nem hagyom, hogy ne válasszál ki egy képművet. Hát, de, hogy van egy 8 gyerekes anya, és melyik a kedvenc gyereke. Ja, jó, elfogadom. Hát akkor itt még fent beszélgettünk arról, hogy mikor nem nincs könnyű dolga az interjú készítőnek általában, borzasztó szerény, és onnan is látszik, hogy nem sikerült megtudjam tőle, hogy egy listát a munkáiról, nem érdekli. Megcsinálta és kész. Hát azért érdekelnek a munkák, és írtam is neked egy listát, de nem ilyen sok. 15-öt írtál, és közben 60 van. Jó, de nem ez a lényeg, hanem azt mondtuk, hogy hát ebből lehetne milyen szép fotó a bócsirány ezekből a képekről. Itt van, már kész van. Már kész is van, jó. Ez meglepett, és nem tudtam. És azt mondta, hogy hát most akkor nem lehet, mert most folyamatban van egy még nagy tervei vannak, készülnek újabb munkák, hogy akkor ezekről beszélni, milyen tervek vannak és milyen munkák vannak készülőben. Hát tulajdonképpen nem az én terveim, mert nekünk csak megrendelésekről van szó. Megfinanszírozták a nagyváradi Léda ház felújítását, és jött egy ötlet, hogy oda kellene mintázni Lédát is Adival. Én meg mondtam a megrendelőknek, hogy már megint ilyen padon ülni, és már annyi padot ültek, és ez nincs is olyan helyen, hogy nagy forgalom legyen, és na mindegy. De az én tanárom azt mondta még annak idején, hogy a megrendelést, semmilyen megrendelést nem szabad visszautasítani, mert többet nem keresnek meg. Tehát ez az egyik, ami most már majdnem kész van. Vilmos tegnap este láttam, már a szoknyája csillog Lédának, ilyen kalapos, párizsi divat hangulat, és még van ugyancsak egy nem valami nagy újdonság, a Bihar községbe megrendelték Szent Lászlót, mint herceget, mert ő a bihari Földvár, nem, ő ott Szent István alapított egy apátságot, és ő ott élt, mint fiatal herceg, ott járt vadászni. Tehát mielőtt király lett volna, és a katolikus templom udvarán van már egy Szent István szobor, és egy ugyanolyan méretűt rendeltek Szent Lászlóról. Most hát ezek nagyon szép tervek szerintem, főleg én az Adi Lédát azért tudnám mondani, de nekem az a szív remhez közel álló projekt. Most itt teljesen önző módon egy saját vágyamról beszélek. Én nagyon régóta szeretnék egy Horváth Imre szobrot a Garassos híd mellett, hogy ott ül a padon. Mert én ott nagyon sokat láttam, és még alkalmam volt mellé is ülni néha. És nemrégen találtam, valaki feltett egy képet a Facebookra, hogy ott ül és utunkat olvas a kezével. Hol lesz Horváth Imre szobor? Horváth Imre egy nagyon nagy költő, már az egyik nagy költője volt, sajnos. Most nincs divatja, de fantasztikus a költészete, és hát nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy hiányzik Váradról. Erről már egyszer volt szó, és készítettem is egy tervet, egy egész alakos sétáló tervet, de végül nem lett belőle semmi, és a makett itt van derecskén, egy gyűjténél. Fantasztikus, de hát... Készítettem egy emlékplakettet is, mert a nagyváradi Horváth Imre házra el van téve egy márványtáv egy kicsit görvén, és oda el kellett volna egy ilyen profilplakett, de akkor se lett semmi. Hát... Szőrös Pászlónak szóltam, hát
Margitán próbálja meg. Hát Margitán is lehet, persze, de azért hát nagyvállalat tényleg a sétál a Szedosz előtt, ott fordul be a Ribanóczi utcára, hát az tehát én bízok benne, hogy hát ha megérjük még, hogy meg lesz ez a Szoborváradon. Megnéztem egy kicsit előbb az órát, és láttam, hogy eltelt az idő. Akkor most van az utolsó szó jobban, hogy még kérdeznék tőled, de már nincs idő. De annyi van, hogy elmondd azt, amit még szeretnél elmondani. Még annyit elmondok Horváth Imréről, hogy mondtad, hogy most nincs divatban, de azért ő gondolt a történelmi időkre is, mert volt egy olyan mondása, hogy ne kiálts, az utókor nem süket. Volt neki egy pár vonalas verse annak a részkorszakban, úgyhogy... Igen, de nem, még az se, azok is vállalhatók, de nagyon az a négy sorosai tényleg, azok tényleg az egyetemes magyar irodalomban is párját ritkítják. Sajnos ez, amikor mondtam, hogy a művészeti produktumnak nem elég csak, hogy megvan, hanem azt kezelni kell, ápolni, stb. Ez, amikor a láncszemből egy-kettő hiányzik, akkor bajok vannak. Hát látom, itt vannak a várat. Újra szerkesztői, lehetne indítani ott egy ilyen akciót, hogy legyen Horváth Imre Szoborváradon. És akkor ez az akció, azt mondta, hogy eldicsekedhetnénk, hogy Debrecenből indult, mint ahogy Debrecenből ez a kiállítás és ez a rendezvény is elmegy Nagyváradra. Már a Meleg Vilmos már kísérölte azt, hogy az idejét is, hogy a Magyar Kultúra hetében a nagyváradiak is találkozhatnak ezekkel a képekkel, és Deák Árpád művészetével alkalom nyílik arra, hogy Nagyváradon is áttekintsük ezt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, neked is elsősorban, hogy volt türelmed ehhez. Most még ezen élünk egy kicsit, és az estet, az a Meleg Vilmos még útravalóul elmond nekünk egy-két verset, és utána szokásos kocintás az emeleten, beszélgetés a művésszel. Akkor én már meg se szólalok többet, köszönöm szépen, köszönöm. És hát egy szóval elejéig engedd meg, hogy még közbe szóljak, szeretnék neked is átadni ebből a három példány, a kiadott három példányból a második példány. Megőrülve, hát tényleg kész, hogy ez egy ilyen... Ez Mikulási ajándék volt meg, de mert én mondtam, hogy tévedésből nem az én albumomat hoztam el, hanem a tiedet. És a harmadikat pedig holnap fogom átadni, ha sikerül a Magyar Házak Hálózat ügyvezetőjének. Úgyhogy ehhez még egy utolsó mondat, amit elfelejtettem aláhúzni, hogy ezek a képek, ezt mindenki el tudja képzelni, hogy ez különböző parkokban vannak elhelyezve. Tehát itt annyi sok minden volt minden kép mögött, és az, aki ilyen csodálatosan varázsolta ezeket a képeket, úgy hívják, hogy Hős Norbert, szabadkai fotoművész, és nélkében hát ezeket a képeket is a Kárpát-medencei Magyar Fotorészeti Társaság tagjai készítették. És hát tényleg azt is elfelejtettem még utolsó mondatként elmondani, hogy ez az album, illetve ezek a fényképek előkészítése, ez egy hét alatt történt, amikor Londonban voltam a feleségemmel, és én minden reggel felkeltem 4 órákor, és akkor amíg következett a családi program, meg amikor esett az is egy első, akkor szerencsére még klubban tudtam dolgozni, és ez ennyi idő alatt készült el, hogy szerintem ez egy fantasztikus nagy kihívás volt, és örülök, hogy meglepetésnek is sikerült olyan legyen, ahogy elképzeltem. Meglepetés, teljes mértékű meglepetés volt. Én ezt itt hagyom a nagyon vigyázzanak, lapozzanak bele, érdemes megnézni, csodálatos, nagyon köszönöm, és gratulálok szívből István, hogy ezt megcsináltad. Fantasztikus, hogy ez megvan. Van asszonyom, van fiam, van pohár sör. És nem azért, mert ivott,
De tudom, és hiszem, hogy élni jó. Keresni helyünket, kivárni, míg kit-kit elhelyez pályáján a társadalmi gravitáció, mint a bolygókat, a másik. Néha már szinte seppőszakálló bölcs vagyok. Minden értő és minden megértő, nagyon okos és nagyon nyugodt, de sohasem elégedett, soha, soha. És ez az, ami torkon bizsergeti, legjobb perceimben kiáltani, hogy én nem erre szerződtem családi körre pelenkával szedni a szart. 18 éves csodálatosságom nem ezt, nem amaszt, mindent akart. Nyugtalanságot, változást, országnyi, világnyi kint. Végigcsinálni hittel emberül ezt az 50-60 esztendős műszakot, és szűzlélekkel adni át váltáskor a helyet, mint még olyannak az új, megértésnek a meg nem értés, békének a fegyverek. Ha nem is jó, legalább nem megy rosszul sorom. Van meleg vacsorám, van asszonyom, van fiam, van pohár söröm. Volt, hogy kínlódni kellett. Van, hogy kínlódni kell, hogy egyszer szűnjék a kín. Voltam én is romantikus, mint tejfölös szájú, s az, hogy napjában egyszer nem ettem, de háromszor voltam éhes. Injekciózta amúgy sem vérszegény kedvem a verekedéshez, mert eretnek vagyok. Eretnek! Minden áll eretnek rühellője. S nem csak engem, de igaz, amit szeretik, akik szeretnek. S most én is, mint egykorom a Márton testvér, itt állok, itt vagyok, hagyom, hogy ízmaim idegeim hanapják a hétköznapok. Ha nem is jó, legalább nem megy rosszul sorom. Van meleg vacsorám, van asszonyom, van fiam, van pohár söröm. Nem erre szerződtünk? Nem. Jobbra szerződtünk mindannyian. Csak épp ki kell csikarni azt a jobbat. Magunkban belül és kívül is, mert a boldogság aktív állapot, az az egy titka van, hogy a boldogság is társadalmilag determinál. Hát higgyük, hogy kezünk nyomán tapintható formát öltenek a szavak, a szép szavak, hogy fiatalság, világ, béke, jövő. S ha majd szervetlenné válik bennünk az gondolat, s léptünk nyomán a fű kinő is, az is javunkra nő. Horváth Imre, várom. Itt élt Jánusz Pannonius, a hét királyok rendje. Hol a Jézus ősíjus rászáll a mindenekre. Mohos képű a macskadomb, szél fúj a szakállas dombról. E szépítetlen szőrkorong macskásan fúj s doromból. A körös déli fényei télen is kihevítnek. Jól titulált a jékeli Váradi Tiberisznek. Itt, ha síkosak már a vizet, sirályok kerénnek. Vonz vizet, tornyod, várod. Árkádod, kulcsod, zárod. Rangos reneszansz árnyod. Arcod védi a vázlat. Divina dolce, várod.